1903. szeptember 30-án születtem, s attól kezdve mennyi nyomorúságért. Akkor láttam meg a napvilágot, amikor még nem voltak autók és repülők, és nem voltak semmi gépezetek a föld megmunkálására. Minden gazda saját, közönséges faeszközeivel művelte a földet. Akkor még lámpa is csak módosabb helyeken volt, máshol fagyú gyertya. Ezért kellett sok tűzifa, de egy szekéren 4 mázsafánál többet nem hoztak, pedig akkoriban akkora ökröket tartottak, hogy a farkán is elhozta volna. De akkor kímélték az állatot, jobban, mint most az embert. Az emberek kicsi igényűek voltak, puliszka és tej volt a fő eredel, a ruházat is kikerült nagyrészt az állatok hátáról. A mi családunk nagy volt, mert 14-en születtünk, Vargyason, Felszegben a Sebe utca sarkánál lévő faházban. Apánk Máté Péter Sebe, anyánk a szárdobosi Simon Julianna volt. Legnagyobb testvérem Miklós volt, aztán György, Péter, Ferenc, Sándor, Juliska, Zsigmond, József, második Péter, István, Mária és még 2 halva született. A nagy Péter 16 éves korában halt meg, és a másik Péter is már kisebb korában elhalt. Mária is 2 éves korában elhalt. Megmaradtunk 9-en, 8 fiú és 1 lány. 1914-ben kitört a háború. Sándor és Ferenc elestek Galíciában. György 1921-ben 4 év után hazaért a frontról, aztán Miklós is, aki 4 évet töltött Szibériában a fogságban. Én ekkor már 15 éves voltam, s már méterfa vágni jártam a lukra. 4 év elemi iskolát és 2 év polgárit is elvégeztem, onnan tanultam meg írni is. 1919-ben a telet már a Siperkalibában töltöttem és faragtam. Hosszú éveket töltöttem az erdőkön, ott mi télen éjjelente nagyon fáztunk. 1927-ben megnősültem, Farkas Erzsébetet vettem el, szerre született 4 gyermekünk, Irma, Feri, Imre és Sándor. Ugyancsak 1927-ben apám meghalt, s mikor megosztoztunk az örökségen, nekem a kapun kívül jutott. Akkor 1929-ben vettem nagy drágán egy bennvalót, ami 61 000 lej volt, és így nagy lett az adósságom. De nyárba kapáltunk, én kaszáltam, s így lassan gyűlögetett a pénz. 1934-ben aztán a fejszét letettem, és a Brassei Koponyféle parkettgyárnak lettem a faragtatója. Munkaadóm Bot János volt, jó barátom is. 1942-ben jött a második világháború, s engem is besoroztak. Harcoltunk az oroszok ellen. 44-ben elvittek fogsámba a fogolytáborba. Itt kezdődött az igazi pokoli élet. Hogy milyen volt a sorsunk, leírni nem lehet. Az ember ott élő halott volt. Nagy sokára engedtek haza, s mikor hazatértem, láttam, hogy otthon mit mért ki az élet. Elégve csűr, gabona és takarmány. A bombázás nagyon eltalálta a mi házunk tájékát. Egy pillanatig elcsükkedtem, de aztán megvigasztalottam, és nem sajnáltam semmit, ami elégett. Örültem, és Istennek hálát adtam, hogy megőrizte az egész családomat, s én is hazajöttem közükbe. És örömmel fogtam újra egy új életbe. Nyugdíjas éveimre csak a fafaragás maradt. Készítettem mindent, mit fából vésővel ki lehet készíteni. És bárhogy el is voltam fáradva, soha nem panaszkodtam a sorsom felül.